nagyon izgalmasan sikerült a vége. Igen, hihetetlen jó mérkőzés volt. Örülök neki, hogy sikerült nyerni. Tényleg, hogyha az ember azt mondja valaki nekem, hogy egy ponttal nyerünk a végén egy ilyen szituációból, akkor persze aláírom, de minden elismerés megérdemli a Szolnok is, de örülök, hogy idén sokat szóra nyertünk kielezett meccset. Abszolút megfelelt a várakozásunk ez a döntő. Mi azok hullottak, mind a két csapat elég idegesen játszott. Igazi feszült hangulatba telt a döntő. Egy labdás mérkőzés volt, nem játszottunk jól. Se az első, se a másik félidőben végig szenvedtünk. Zalbakom nyert megérdemelten, ilyen a kosárlabda, ők berobták a végén, mi kihagytuk, ez van, megyünk tovább. Végén ugye sikerült elhúznunk egy 9 ponttal, sajnos a végén nem nagyon sikerült kosarakat dobnunk, és az ellenfélek meg üres hármasokat, meg könnyű zicsereket engedtünk, de lényeg az, hogy megvan a győzelem, utolsó kosarat mi dobtuk, ezzel egy ponttal megnyertük a meccset, és mi vagyunk a kupa győztesek. És az, hogy MVP lettél, az is ilyenkor az, amik hozzátesz egy picit az örömhöz? Külön öröm persze, hát ugye az elmúlt két és fél évem nem volt túl könnyű, de az élet visszaadott valamit, és örülök, hogy Fehérváros kupa győztes vagyok. Elég jól kezdtetek, szerinted mi volt utána a fordulópont, hogy megfordult a dolog? Az alma kicsit bekeményített vérekezésbe, valahogy ma nem éreztük a labdát, se a gyűrűt, erőködtünk végig. Nekem sem ment ma a legjobban, van ilyen a kosárlabda, de egyszer megy, egyszer nem, legközelebb megpróbálunk nyerni majd. Igaz, hogy rosszul kezdtünk, de onnantól kezdve szinte végig mi domináltunk, kivéve ugye a végén, amikor nem nagyon sikerült kosarat szereznünk, de végén ugye egyet sikerült, ami kellett, és hát ez volt a lényeg, hogy egy ponttal nyerjünk. Ez bőven elég ahhoz, hogy valaki kupagyőztes legyen. Nem kell mindig 20 ponttal nyerni, mint az első két meccsen. Bőven elég egyel. Hogy bírtad ezt az erőltetett menetet? Azért mégis három meccset nyomtatok le itt egymás után. Itt a végére kicsit azért szerintem lehetett látni, hogy elfáradtam. Nem nagyon éreztem ma a labdát, a gyűrűt. Attól az albakon jó vérett engem. Tudták, mit fog csinálni. Betörtem, segítettek. Az üres dobásokat meg kihagytam. Az erődöntőbe ment, a negyedöntőbe is. Ilyen a kosárlabda, ma nem ment. De mindig volt valaki, aki azért hozzá tudott tenni. Az albakom ettől függetlenül abszolút megérdemelten nyert. Hát ezt a mai meccset nem bírtam olyan nagyon, bár előző két meccsen nem játszottam olyan sokat, de ez mai meccsen nagyon elfáradtam. Köszönjük a szurkolóknak, akik elkísértek minket, nagyszerű hangot eltettek. Az albakom szurkolója is igazi méltó kupadöntő volt, úgyhogy biztos, hogy népszerűtett a kosárlabdát. György nagyon jó helyszín volt, úgyhogy ez van. Sajnos elveszettük, legközelebb nyerni fogunk, remélem. Na, nagyon jó volt a hangulat tegnap is, ma is. Nagyon boldogok, ilyen sokan eljöttek Fehérvárról, örülök, hogy itt van az egész családom, és szurkolt nekem, most meg szeretnék menni ünnepelni.